Kedves ünneplő gyülekezet! Elsősorban hadd fejezem ki azt az örömömet, hogy ahogy így végig kukucskálok a jelenlévők során, látok fiatalokat. Hála Istennek vannak még fiatalok, akiknek nem csak egy elmúlt halvány történelmi emlékezet, hanem élő valóság, ami velünk magyarokkal megtörtént. Ez az öröm, amikor fiatalok is vannak. Mert nem tudom, hogy vannak vele önök, barátaim, de nekem egy nagy keserűségem az, hogy arra gondolok, hogy, és nem csak én, önök közül is sokan, hogy az életünket tettük arra, hogy az élet nem csak abból áll, hogy eszünk, iszunk, mulatozunk, robotolunk, hanem abból, hogy valamit kiküzdünk egy nemes eszméből, és azt utána továbbadjuk. A más nem az igazságot. És néha körülnézünk ám kerek szép Budapesten is, és azt nézem, hogy hol vannak a fiatalok. Hol vannak azon kívül, hogy hétvégén buliznak, hol vannak azok, akiket érdekel még egyáltalában, hogy mi lesz a sorsunk, mi lesz a világnak a sorsa. És mindig boldog vagyok, amikor a mi szép magyar vidékünkön találok egy községet, egy települést, ahol él még a fiatalságban ez a hit, hogy érdemes csinálni. Én magam, hát egyike vagyok azoknak, akik megéltem az 56-os forradalmat. Előre kell bocsátanom azt, és ne haragudjanak, de én általában az őszintességnek a híve vagyok, hogy ami nem mindig kockázatmentes, hogy én nem voltam fegyveres harcos. És ez azért kell elmondanom, mert nekem néha az az érzésem, hogy több fegyveres harcos volt jelenleg, mint amit a valóságban. Tehát, hogy olyan, sokszor én magam, hát sajnos emlékezik az ember, sok olyan emberrel találkozom, aki egész más oldalon állt, és néha hallom ám tőle, hogy ő milyen hősiesen harcolt. Én most nem is ezekről a harcosokról akarok beszélni, akik valóban harcoltak, ők megtették azt, amit a haza tőlük megkövetelt, hanem arról, hogy mi volt a hétköznapi sorsokkal, mi volt a hétköznapi hősökkel, azokkal az emberekkel, akik a forradalomnak a bukása után, a csúfos leverése után évekig esetleg nem kerültek börtönbe, de évekig a sötét gyanúnak az árnyékában éltek. Nem kaptak normális állást, nem kaptak előmeneteli lehetőséget, egyetemre gyerekeiket nem vették fel, mint egy bélyeget úgy ütötték rájuk, hogy ellenforradalmár volt. Én ezeknek az embereknek a sorsát ismerem talán a legjobban. Majdnem ebbe a kategóriába kerültem én is. Tudnék, hát ha akartam volna, se tudtam volna tevőlegesen részt venni teljes embert kívánó erővel ezekben a harcokban. Egy néhány hónapos gyereknek voltam az édesanyja. Egy kicsi kis albérleti szobában éltem, nem voltam ám én író, egy tanácsi dolgozó voltam, akkor még úgy hívták a mostani hivatalokat. Tanácsi dolgozó voltam, szegény voltam, mint a templom egere, úgynevezett művészeti előadó, amiben is minden volt, csak művészet nem. Tudjuk, utcabálakat rendeztünk hajnalban, egy hosszú létre tetejéről fölmásztam a közvilágításhoz, és leszedtem a lampionpofákat, összeszedtem a részegeket, átadtam a rendőröknek. Tehát egy olyan fajta álkulturális munka volt, amit bizony nagyon nem szerettem. De hát akkoriban még a közvetlen érettség után engem sem vettek fel az egyetemre, még 56 előtti indokokból. Ebben a helyzetben azt tudtam tenni ebben a csodálatos néhány napban, hogy a helyi Vöröskeresztnél szolgálattételre jelentkeztem, és élelmet osztottunk az éhező Budapestnek. Hát drága barátaim, tessék elképzelni azt, hogy a parasztember, akiről tudjuk, hogy a böcsületes munkája után azért megnézi, hogy mit ad ki a kezéből, nem? Hát azért nem szereti, hogyha kihasználják. Természetesen, és abban az időszakban kérés nélkül jöttek a teherautók vidékről, lovaskocsival jöttek a maguk is nehez sorban élő parasztemberek, és hozták az élelmet Budapestnek. Például erről kevesen tudnak. Ugye ezt az élelmet osztottuk el én néhány kolléganőmmel abban a kerületben, ahol dolgoztam. Talán mulatságos az az élmény, meg is írtam valamelyik könyvemben, hogy
Hát nem voltunk élelemben olyan nagyon jól eleresztve, különben is veszélyes volt már kimenni az utcára, mindenhol lőttek, de itt az élelemosztás kapcsán kaptam egy libát. Életemnek ez volt az első, hogy mondjam, egyben lévő libája. Ezt a libát egy parasztembertől kaptam, csak egy probléma volt, hogy én a 8. kerületben laktam, ott, ahol a harcok a legsűrűbbek voltak, a liba meg a 11. kerületben Budán. Hát maig is emlékszem rá, becsomagoltam az akkori újságba, kötöttem a liba nyakára, de nem élő volt a liba, kötöttem a nyakára egy hosszú spárgát, egy madzagot, és szép gyalogosan megközlekedése volt, Budáról Pestre áthúztam a libát. Mire hazaértem a libával, hát már nem volt egészen liba formája, de azért nagyon-nagyon jó volt. Az egész boldogak voltunk, hogy na hát 56-nak kellett eljönni ahhoz, hogy egy egész libát tegyen, ingyen is bérmentve a család. Ez csak egy apróság a dolognak, mert ami az egész dologban rendkívül megható volt, és én azt hiszem, hogy minden józan gondolkodású embert elkapja a fájdalmas irítség, hogy ezt ma nehezen lehetne elképzelni, hogy a forradalomnak azokban a napjaiban, amikor még élt a reménység, hogy talán nem tiporják el, egy olyan közösség alakult ki, egy olyan valódi közösség, nem álközösség, nem ilyen kollektivista, mesterségesen összeragasztott valami, hanem egy becsületbeli ügyé váltak a dolgok. Ahol én laktam a Rákóczi csarnok mellett, tehát ott volt a legsűrűbb harc egyébként, úgyhogy alkalmam volt látni, hogy mi történik. Volt egy cipőbolt, a Kőrút és a Rákóczi térnek a sarkán. Ennek a cipőboltnak a forradalom első két napjában betört az ablaka. Valamilyen oknál fogva. És tessék elkezdeni, hogy az egyik cipőnek, ami bent volt a kirakaton belül, letört a sarka. És az, aki betörthette a kirakatot, 10 forintot tett a cipősarok helyére a cipő alá. El lehet ezt ma képzelni? El lehet ma képzelni, hogy betörnek egy kirakatot, és nem, hogy nem visznek el semmit, hanem még ha valami apró kárt okoznak, még oda is teszik a kicsi pénzecskéjüket. Na ez volt 56-nak az eleje. Aztán amikor hát véglegessé vált, hogy az orosz megszállás bekövetkezik, eluralkodott valóban sok esetben a teljes kétségbeesés. No igen. Akkor már én is a tanúja voltam, hogy lefeszegették a zárakat a csarnokról, megrohanták az emberek. Ott éreztem, hogy vége. Amikor elkezdődött az, ami az emberiségnek érthető gyengéje, hogy enni kell, mert ha nem eszünk, akkor az igét se halljuk meg. Én ezekben az időszakokban keveset beszéltem, de minden rokon szemvemmel és minden vágyammal azon voltam, hogy valami sikerüljön. És volt is egy olyan nap, október 30-a, amikor úgy látszott, hogy a szovjet hatalom kiengedi a Markából Magyarországot. Ez egy álságos elképzelés volt, de volt egy nap. Képzeljék el, amikor ezek a tankok megálltak, és az orosz katonák kiszálltak a tankokból, és a magyar forradalmárokkal ölelkeztek. Erről keveset beszélnek. Mert akkor tudták meg a szerencsétlen orosz kiskatonák, hogy ők nem valahol a világ távoli részén vannak, ahol a fasiszta nácik maradványait kell leverni, hanem Magyarországra hozták őket, annék, hogy tudták volna, hogy mit csinálnak. Tehát ezek is áldozatok voltak. Hát talán alkatomból ered, hogy amikor a kiégett tankok, amiről már ma is szó volt, ott az albérletemnek az ablaka alatt füstölögtek, és valóban láttam az ilyen picivé töpörödött, megégett katonákat, hogy olyan kétségbeesés fogott el, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne a világ, ha nem kellene forradalom ahhoz, ha nem kellene vér ahhoz, hogy végre az emberiség magához térjen. Hogy milyen jó lenne, ha nem csak így lehetne. Nekem mindenhez fájt a szívem. Aztán, amikor megtörtént, ami megtörtént, én azon forradalmárok közé tartoztam, aki 56 bukása után lett igazi forradalmár. A számot nem tudtam befogni. Annyira úgy éreztem, hogy ez lehetetlen, hogy emberek 3 nappal ezelőtt a forradalmi bizottságban ott voltak, és tényleg tevékenykedtek, és azon pillanatban árulók is voltak ám 56-ban. Ez nem csak hősök, árulók is. És utána az elsők voltak, akik
ellene fordultak a forradalmak. Na, ilyen volt az akkori főnököm. Én pedig alig 20 éves fejemmel úgy gondoltam, hogy ennek nyilván hangot kell adni. És mondtam ennek a főnökömnek, hogy mondja, nem szégyeli magát. Hát maga még egy héttel ezelőtt miket mondott az oroszokra, Rákosira, mondom, és most maga elsőnek üdvözli Kádár Jánosát. Maga nem emlékszik, hogy néhány nappal ezelőtt mit mondott Kádár, hogy ez egy igazságos forradalom. Hát mondom, hogy tehet ilyet? És akkor azt mondta, hogy ő ilyet soha nem mondott. Tehát ez egy hazugság. El is távolítottak a tanácsi apparátusból. Milyen szerencsém volt, mert így kerültem életem legnehezebb munkahelyére, egy szociális foglalkoztatóba, ahol több gyermekes édesanyák, kegydíjból tengődő bácsik és nénik dolgoztak, és egy jelentékeny elmebeteg csoport. 5 évig voltam közöttük úgynevezett könyvelő. Megismertem, hogy mi van az újság címlapján, és mi a valóság. Csak egy dolgot éreztem, ha megadná azért Istenem, hogy a gyerekkori vágyamat teljesítsem, és megírhatom, hogy milyen is az emberi élet, akkor minden jó lenne. Közben nagy szerencse ért, mert elfelejtettek kirúgni az egyetemnek a levelező tagozatáról, ahova 56. októberében a pillanatnyi szabadabb légkörbe fölvettek, elfelejtették. De egyszerűen tudni, van úgy, hogy néha hagy az Isten egy ilyen kis kaput. És ilyen szépen végigjártam, csöndesen, hallgatva, amennyire tudtam, miközben a rettenetes munkahelyemen bajlódtam, és néztem azt, hogy a legrászorultabbak kapják a legpocsékabb munkát, azt, ami az egészségeseknek büdös volt elvégezni, az fillérekért elvégeztették a nyomorultakkal, akik még ennek is örültek, és aztán kaptam a tanári diplomámat, ahol is egy dzsumbújban a 8. kerületnek a legszélső peremén nagyon nehéz sorsú gyerekek között voltam tanár, 9 évig, vagy ugyancsak egy olyan gimnáziumi tanár, amely nem tartozott az elit iskolákba. Úgyhogy én elit iskolába elit gyerekeket soha nem tanítottam. De ma is az a meggyőződésem, nem tudom, van önök között pedagógus, nyugdíjas pedagógus vagy gyakorló, hogy aki igazán tudni akarja, hogy milyen a magyar pedagógia, az nem a fajta kitenyésztett példányainak az iskolájába megy, hanem oda megy, ahol a valódi élet zajlik. Hát ott lehet tanítani, ott vannak az igazi sikerek, ha egy lelket sikerül megmenteni. Az már aztán az én íróságom története, hogy adta meg a sors azt a kegyelmet, hogy talán már elmondhatom, hogy a kutyaközönséges mindennap életem mellett talán hozzá tudtam valamit tenni a magyar irodalomhoz, és az emberi lelkeknek az éjségét talán egy kicsit csillapítani tudtam. De 56-nak az emléke nekem rendkívül tanulságos és rendkívül szent maradt. De nem tudok úgy beszélni 56-ról, és itt talán kitör belőlem a történelem szakos is, mert volt a második szakom a magyar mellett, hogy ne úgy említsem, hogy tulajdonképpen nekünk két olyan forradalmunk volt, az 1848-49-es és az 56-os, amelyeket én iker forradalomnak nevezek, még akkor is, ha ilyen nagy időbeli távolság választja el őket. Kérem, óriási tanúságok vannak a mi forradalmainkban. Mondok 49-es példát. Ugye úgy indul március 15-e, az ország lelkes, elhangzik a nemzeti dal. Úgy tetszik, hogy a Habsburg hatalom még a kezdetén, az elején még szinte támogatja is bizonyos fokig a magyar függetlenséget, mert akkor úgy kívánták az érdekei, mert harcban állt más országokkal. Ez a húz megerez meg. Tetszik is, hogy amikor baj van, akkor megereztem, hogy hadd menjenek, amikor valami rossz van, akkor meghúzom. Hát nem ugyanez történt 56-ban is, amikor még nem tudták az oroszok pontosan, hogy mi lesz a világban a könnyülálló helyzet, akkor taktikából ráengedtek a forradalomnak. Abban a pillanatban, ahogy szükséges volt, a legbrutálisabban visszavették az egészet. Ugyanúgy, mint a két forradalomban. És még egy valami. Tessék elképzelni, hogy amikor a 49-es forradalmat ilyen leverték, a megnyomuló, akkor még cári orosz hadsereg adott egy díszvacsorát.
méghozzá a levelt magyar hadsereg tábornokai és a vezérei számára. Ugye ez milyen úri gesztusnak tűnt, díszvacsorát adni a legyőzötteknek, de úgy, hogy még a kardjukat is megtarthatták. Ó, mondhatnánk, micsoda remek dolog. Eljött a hajnal, már kint várták őket, vitték őket Hajnaó vérbíróságára. Hát nem ez történt 56-ban, amikor becsalogatták a munkástanácsokat, amikor Malétert becsalogatták, amikor Nagy Imrét, hogy úgy mondjam, a jugoszláviai követségről egyenesen a halál előszobájába vitték Romániába. Nem az történt, az én korosztályom emlékszik, amikor a Magyar Rádió bemondta, hogy a forradalomnak nincs vége, a forradalom csak átalakult. Átalakult azzá, amivé átalakult. A hazugságok sorozata, az árulások sorozata következett be. És még, hogy milyen tud lenni néha a hivatalosság. 1849. szilveszter éjjelén, amikor tulajdonképpen az áldozatoknak a vérét még be se szívta a föld, a budapesti tanács, akkoriban nem tudom, hogy hívták, de ez volt a lényege, az a hivatal ünnepi ülést tartott, és díszpolgárokat választott. 1849. szilveszter napján díszpolgár lett Hajnaó, magyarok választották, Windisgrécz, és még néhány olyan osztrák hadvezér, akik elsősorban, Jelasics például, aki ugye délről jött, akik elsősorban élen jártak a forradalom kivégzésében, díszpolgárok lettek. Magyar emberek választották, nem a németek, magyarok. Azon az éjszakán, amikor mondom, még a vér se szárad föl. És azután mit éltünk meg valamikor? Nem is olyan régen, 30-40 évvel ezelőtt, ki lett Budapest díszpolgára? Sztálin. Ugye milyen érdekes, az elnyomóból hirtelen díszpolgárt csináltak. Abban a szégyen az, hogy milyen sokat kellett harcolni azért, hogy levegyék a díszpolgárok listájáról. Mert nagyon sokan azt mondták, hogy akkor is ez a történelmünk része, hát egye meg őket az, aki ezt gondolja, hogy az igazságtalanságot nem lehet valahogy korrigálni. És azután jött ez a bukás, ugye? Jött az a kétségbeesett várakozás, amiről már polgármester úr is beszélt, hogy azt várták az emberek, vagy legalábbis néhányan azt vártuk, hogy na majd a nyugat segít. Ez szígyék el, ez mindenkiben benne volt, mert ugye a Szabad Európán keresztül nagyon sok biztatást hallottunk. Jó, magyarok, nagyszerű, előre csináljátok, szabad szellem, minden be volt vetve. Csak egy dolog történt, hogy senki azon a rettenetes reggelen, amikor Nagy Imre elfulló hangon bejelentette, hogy itt vannak a szovjet tankok, a kormány megpróbál a helyén maradni, és a nagyvilághoz fordult, segítsetek, segítsetek, hogy senki nem segített. Ki vagyunk mi bélelve szavakkal? A padlásunk van tele a szép jelszavakkal, amiből olyan keveset sikerült megcsinálni. Sőt, hát azt mondhatnánk, hogy hát foglalkoztak a magyar üggyel, ugye hát a magyar ügy téma volt a világban. Meddig? Amíg a Suezi csatornában nem jött be olyan érdekeltség, hogy a nagyhatalmak ugye egyik és másik is szerette volna megkaparintani, és hogy a Suezi csatorna ügyét rendezhessék, egyszerűen föladták a magyar ügyet. Nem volt többé érdekes. Az is igaz, hogy befogadták a menekülteket, de azért az sem volt ám olyan, mint ahogy most, hogy szeretnek vele dicsekedni. Hosszú tábori idők után éhezésbe, és odaosztották be őket, ahova ők akarták. Így kerültek egész távoli országokban magyarok, és senki nem volt a világban, aki akkor azt mondta volna, hogy a keblükre kell ölelni. Milyen más a mai helyzet? Milyen más elgondolások vannak arról, hogy mit tehet egy nemzet, és mit nem tehet egy nemzet, hogyha önvédelemről van szó.
Kossuth apánk 49 után elment, ugye természetesen tudjuk, számüzetésbe, de felkereste a nyugati hatalmaknak a parlamentjeit. Az angol parlament a polgárosodásnak a fellegvára volt, tehát azt lehetett volna hinni, hogy aztán ők tudják, hogy mi az önkényuralom. És ott Kossuth gyönyörűen felszólalt, mindenki meghatódott, és akkor fölállt egy Lord Palmerston nevű angol felsőházi úr, és azt mondta, hogy igazuk van a magyaroknak. Ez egy nagyon szép dolog, de sajnos Angliának nem érdeke, hogy összetűzésbe kerüljön a hazugokkal. Csókolom, Kossuth apánk. Mondták ezt szebben és diplomatikusabban. Tehát ugyanaz történik meg tulajdonképpen 56 után is, hogy végső soron cserbe vagyunk hagyva. És amikor én végig gondoltam, akkor az volt az érzésem, hogy az a dolog, ami 56-ban elkezdődött és látszólag elveszett, az még a mai napig sincs befejezve. Arról nem beszélve, hogy az úgynevezett kiegyezéseknek is más volt a háttere. 1867-ben, amikor kényszerűen Ferenc Józseffel kiegyezik a magyar nemzet, és ugye a magyar koronának a része lesz Ferenc József is, akkor a századnak a végén egy olyan aránylagos békeidőt köszöntött Magyarországra, a külügy és a hadügy sose volt független, azt az osztrákok mindig megtartották. De azért gazdasági, kulturális értelemben azért volt valami. Na most nálunk is megtörtént hallgatólagosan 56 után a kiegyezés, a 60-as évektől kezdődően nagykeservesen kiengedték a megkínzott rabokat, olyan is volt, akit ugye nem engedtek ki, olyan is volt, akit újra visszavittek. De azt lehetett hinni, hogy jó, hát akkor 56 megvolt, minden rendben van. Nekem akkor is nagyon fájtam valami 57. május 1-én. Én azt hittem, hogy azok az asszonyok, akik kivonultak a békemenetre, azok az elszánt gyerekek, akikről ma is itt hallottunk, akik még tovább akartak harcolni, hogy azok az egész ország rokon szemvét élvezik. És amikor május 1-én megláttam azt az 1 milliós tömeget a Hősök terén, amelyik éltette a forradalom leverőjét, akkor bennem valami nagyon-nagyon rossz érzés keletkezett, hogy mennyire esendő az ember, mennyire megengedi magának, hogy a hatalom függvényében félelemből, félrevezetésből cselekedjen. Ez az a tulajdonság, amelyik nagyon árt a magyaroknak. Az a fajta konszolidáció, ami a forradalom bukása után végül a 60-as évektől elkezdődött, az nagyon sok embernek a szívében, legyünk őszinték, bizonyos fokig nosztalgiát kelt még ma is. Én nagyon sokszor hallom azt, hogy hiszen hát akkor ott volt a kis házunk, a kis háztáji, biztonságban volt a munkája, kinek, aki nem pofázott. Ha te hallgattál, akkor meg volt a kenyered, meg volt az állásod, de magadat nem fejezhetted ki. Tilos volt arról beszélni. 56-ról különösen tilos volt. Ez egy olyan sláger emlékezés, gondolom emlékeznek arra a slágerre, hogy csak a szépre emlékezem, hát sokszor így voltunk vagy a Kádár rendszerrel is, még ma is emberek, hogy mindig kinézik belőle, ami szép és jó volt nekik. Ugye csak erre emlékezni, de itt a hallgatás évei következtek be. A megkínzott, elhallgatott embereknek és egy nemzetnek a megalázottsága. Ezért gondolja az ember, és ezért volt a szívünkben az a forró vágy, amikor bekövetkezett a rendszerváltás, ami egy különösen kegyelemteljes pillanat volt, mert hogyha, úgy mondjam, Gorbacsovot nem küldi az Isten le a földre, ez egy érdekes dolog, az Isten elégelte meg, ami a világban van. Soha a büdös életben nem tudtunk volna a bolsevizmusnak a markából kiszabadulni. Valami különös isteni segítség jött. Megjött egy légkör, amiben lehetett dolgokat művelni. És itt van azután az a nagyon nagy kockázat, hogyha mi komolyan veszük 56-ot, ha komolyan veszük az áldozatok szenvedését, ha belátjuk azt, hogy milyen kegyetlen volt tulajdonképpen az a rendszer szemben a Ferenc József érával, ami szintén nem volt azért lampionos kerti ünnepé, hogy milyen nehezen engedték meg, és csak a rendszerváltásnak, hogy ugye a hajnalán volt lehetséges 31 év
év után lehetett ünnepélyesen eltemetni a madzaggal összekötözött agyakba lefelé fordított holttesteket a hősök terén. Emlékeznek rá, 30 évet kellett elvárni. 48-49 után, 1860-ban Széchenyit már megengedték eltemetni. Ez csak 11 év volt. Amikor 1894-ben Kossuth meghalt, országos, olyan-olyan temetést rendeztek, hogy még a császár is részt vett rajta. Tehát itt valami rettenetes hallgatás, hogy mondjam, humanitásba burkolozott, csöndes kegyetlenség uralkodott. És ezért volt az embernek a szívében, hogy most megvan a lehetőség, vagy legalábbis reméljük, hogy megvan a lehetőség, hogy valami másképpen történik az életünkben. Kérem szépen, a forradalmaknak az a hármas jelszava a szabadság, testvériség, egyenlőség. Ez bele van égetve az emberek szívébe. Mindenki vágyik rá, de arról nem szólva, hogy amikor először akarták realitássá tenni, ez a úgynevezett francia forradalomban történt, akkor rettenetes mészárlás lett a vége. Nekem a francia forradalom tisztasága egy bizonyos ponton megszűnik. Attól kezdve, hogy Robespierre átvette a rém uralmat, hogy úgy mondjam, az már nem szabadságharc volt. És a szabadság, testvériség, egyenlőségből egy szólam maradt, amiből semmi nem valósult meg. És akkor néha megnézem és megtekintem, hogy akkor mit csináljunk mi mai késői örökösei egy nagy fordulatnak? Mit csináljunk mi, hogyha ezt a hármas jelszót gyakorlattá akarjuk tenni az életünkbe? És gyakorlattá tettük-e? Itt van a szabadság. Kérem szépen, mindenki szereti azt mondani, hogy szabad vagyok, szabadok vagyunk. Én azt gondolom, hogy a szabadság akkor szabadság, ha felelősséggel párosul. Az nem szabadság, hogyha szabadon megölhetem, szabadon belerúghatok, szabadon rágalmazhatom az embertársamat, az nem szabadság. A másnak az életébe és az értékrendjébe ilyen erővel tiprok bele. Az a pedagógiai szabadság se szabadság, amit nagyon nagy erővel megpróbáltak egy bizonyos 8 esztendőben a magyar pedagógusokba belevenni, és aminek a halvány árnyékai még most is megvannak, hogy a gyereket nem szabad korlátozni. A szabadság nevében ugye az a helyes, hogyha a pedagógus hagyja a gyereket. Hát kérem, nekem van két gyerekem, van négy unokám. Hát ha én is voltam pedagógus, hát hogyha én azt látom, hogy egy kölök, vegyük fel mondjuk egy felnőtt ember, ami társadalmunkból elkezd szaladni, ugye szabadságában van szaladni, és látom, hogy olyan 100 méter után ott van egy szakadék. Ha ő egyenesen szaladni fog, akkor egyenes bele fog potyogni a szakadékba. Na de hát a szabadság az első. Csipőre teszem a kezemet, és azt mondom, hogy szaladj, fiam, szaladj. De szépen lobog a hajad. Jaj, de gyönyörű izmaid vannak. Milyen gyönyörű az emberi szabadság. Addig rohan, beleesik, kitörje a nyakát, kész. Hát nem kell megfogni a grabancát? Annak az embertársunknak, annak a kölöknek, annak a munkaadónak, mindegy, annak a politikusnak. Nem kell megfogni a grabancát, és azt mondani, hogy hát ne szaladjál már. Ebben vagy ebben az esetben rosszat fog csinálni. A szabadság nem felelőtlenség. A szabadság csak felelősséggel együtt jár egybe, máskülönben szabadosság lesz belőle, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és ebbe a másik belepusztul. Nagyon sok tennivalónk van még itt, hogy eszmeileg átgondoljuk. A másik az úgynevezett egyenlőség. Hát én nekem azt gondolom, hogy itt ebben a földi világban teljes egyenlőség soha nem lesz, mert az emberi természet és az emberi képességek különbözőek lesznek. Tehát mindig lesz olyan, hogy valaki egy kicsit jobban kiemelkedik, valaki nehezebben. De a legbiztosabb területe, ahol az egyenlőséget meg kellene véglegesen teremteni, ez a jogi területen van, a törvény előtti egyenlőség. Na most, ha megnézed a törvény előtti egyenlőséget, néha én nekem kedvem támadnak kicsit bokárugni egy-egy bírót, mert olyan ítéleteket hoznak, bocsássanak meg, amiről érzem, hogy itt nem egyenlő mércével mértek.
Ugye, amikor eltekintenek olyan gazemberségek fölött, és akkor egy kis embernek a kicsimbotlását szigorúan megbüntetik. Nagyon messze vagyunk ettől. Tehát az egyenlőség ez volna. Mindegy, ha ott állsz a törvény előtt, ártottál, vétettél, loptál, csaltál, hazudtál, lehet neked mindened, neked a bűnöd megvan. A másiknak is, a kis embernek is. Az más kérdés, hogy van, akinek van, hogy úgy mondjam, néha mentőkörülmény, és van, akinek nincsen. És akkor a legfájdalmasabb, drága barátaim, a testvériség. Hát miféle testvériségben élünk mi? Tessék arra gondolni, hogy nekem, lehet, hogy túl érzékeny vagyok, de nekem a gyűlöletnek ez a fellángolása, ami elfogta nem csak a magyarokat, az egész világot. Ez egy gonosz ördögi mű. Hol van ebbe a testvériség? Hol van ebbe az a gondolat, hogy segítek a másiknak, hogy megpróbálok találni azért egy közös pontot. És ha milliárdjaim vannak, és ez történetesen nem csalással, nem lopással, hanem tényleg valami fortélyos módon munkával szereztem, én ugye nem tudom, hogy lehet annyit szerezni, de tételezzük fel, hogy van ilyen, ugye? Hogy annak nem fájdul meg a szíve, amikor azt látja, hogy egy másik ember látástól estig dolgozik, és most azokról beszélek, akik dolgoznak, nem a naplopókról, nem a segédlésőkről, akik valóban dolgoznak, és nem tudnak élni, és a külkeiknek nem tudnak jóformán enni adni. Hát hol van itt a testvériség? Mi lesz ezekkel az óriási vagyonokkal? Újra ez épül fel. A halott ingnek nincs zsebe. Milyen szörnyű lehet annak az embernek a halála, aki a utolsó percében körülnéz, és azt mondja, hogy édes Istenem, volt bundám, volt ékszerem, volt részvényem, volt szigetem, volt jachtom, volt helikopterem, és következő pillanatban semmim nincs. Mert átvinni csak azt lehet abba a tartományba, amit odaadtál. Semmit, amit te úgy szereztél, nem lehet átvinni. Testvériség még várat magára. Ez a három eszme, ez még ott lebeg az emberiség előtt. És én akkor azt gondolom, hogy nekünk mai magyaroknak, akik ebben a különös és nagyon nehéz harmadik évezredben élünk, és ennek az elején születtünk, nekünk, ha igazán vigyáznánk az eszméinkre, akkor példaértékű lehet a szerepünk a világban. Nem attól függ egy nemzet, hogy kicsi vagy nagy, nem attól függ, hogy hányan vannak, hanem hogy mi az, amit megért a világ sorsából és a feladatából. Én hiszek abban, hogy ez a kis kicsinek nevezett Magyarország, amelyik ha az elcsatolt részeket is hozzá gondolom, akkor már nem is olyan kicsi, hogy ennek valamiféle külön valami különlegesen szép feladatot adott, hogy úgy mondjam, a kegyelem vagy az isteni gondviselés. És itt egy nagyon nagy veszélyre hívom fel a figyelmet azoknak is, akik velem hasonlóan gondolkodnak, hogy a hazafiság gondolata az a gondolat, ami a legtisztább, a legnemesebb, hogy minden körülmények között el tudjuk azt mondani, hogy én örülök annak, hogy magyarnak születtem, tudom, hogy itt van a feladatom, nem szégyellem, nem engedem, hogy lemosolyogják. És amikor ezt mondjuk, akkor megjelenik a világ bitorló fejedelme, a sátáni, luciferi, vagy még annál is rosszabb ellenerő, amelyik el akarja venni minden nemes dolognak a szépségét. És azt mondja, hogy igen, hazátokat szeretitek? Igen? Hát akkor gyűlöljétek a többit. Nem tudom, hogy tetszik. Tehát úgy szeretni a hazát, hogy azt mondani, hogy csak mi, magyarok, a többi dögöljön meg. Ez az Isten ellen való vétek. Olyan vétek van azt mondani, hogy nincs hazám. Ugye? Hogy ezzel én nem foglalkozom. Nem akarjuk mi, hogy a szomszéd tehene megdögöljön, de azt azért szeretnénk, hogyha tehénkéket mi magunk fejhetnénk meg, amelyikkel elég sokat bajlottunk. Tehát az igazi hazafiság az azt jelenti, hogy szeretem a magamét, teljesítem benne a feladatomat, és hogy úgy mondjam, segítek másnak is. Csak könyörgöm, hagyják békén. Hagyják élni azt az életet, amit az embernek adtak, és
ne kelljen, és ez már hosszú előadás témája lenne, mindenféle ostobaságokkal, úgynevezett politikai korrektséggel, vádaskodásokkal, soha nem dolgozó állítólagos jogvédőknek az ügyeskedéseivel foglalkozni a mindennapokban, hanem egyszerűen tudni, hogy igen, szeretem, és itt mondom azt önöknek, hogy tessék elkezdeni, úgy gondolom ezt, hogy például aki szadai, az úgy szereti a hazáját, hogy azért, ha nagyon őszinte magához, akkor Szadát még egy picit jobban szereti. És ez nem bűn, mert ott született, az a helye. Ugye, ezt nem lehet elvenni az embertől, és nem is szabad elvenni. És hogy ugye nem szabad megengedni a világba, hogy ez a nagyon csúnya összehasonlítás arad mostanában, hogy mi az úgynevezett migránsokkal kapcsolatban nem viselkedünk helyesen, mert hiszen ugye 56-ban az történt, hogy a magyarokat bezzeg az egész világ befogadta. Nagy differencia van a kettő között. Egyrészt az elmenekülő magyarok nem dobáltak köveket, nem törték be a kapukat, nem erőszakolták meg a lányokat, nem akarták, hogy az ő kultúrájuk rovására sor vagyjon el a kereszténység. Ez egy egész más dolog. Arról nem szól, hogy a menekülőket mindig befogadjuk, aki valóban menekülő, de hát azért drága barátaim, a kereszténység az nem azt jelenti, hogy az ember nem gondolkodik. Jézus Krisztus, ez a szelíd, csodálatos Isten ember, aki mindent kibírt és alázattal tűrt, korbáccsal zavarta ki a templom közepéből a vámosokat, a pénzváltókat, a galambárosokat, mert tudta, hogy valamit meg kell védeni. Itt el kell választani. Azt mondta egy kedves katolikus plebános nekem, hogy annak kérem, mondja meg az embereknek, hát ha magára hallgatnak, hogy mi kell keresztények, mi bárányok vagyunk, de nem vagyunk birkák. Tehát nekem az 56-os tanulságom az, hogy nem birka nemzet szeretnék lenni, hanem a maga módján mindenkivel türelmes, irgalmas, de védekezésre képes erős nemzet. És én ezt támogatom ebben a létezésünkben. És azt támogatom, hogy jobban figyeljünk arra, hogy vannak olyan közös dolgaink, ahol valóban elképzelhetetlen számomra, hogyha nem lehet közös nevezőre jutni. Nekem fáj, ami az országban zajlik. Én halálosan félek a holnapi naptól, komolyan mondom önöknek. Mert ami 2006-ban, 10 évvel ezelőtt megtörtént, az a szégyen. Olyan szégyen érzetet érez az ember, mondjuk azzal kapcsolatban is, aki netántán elragadtatta magát, és másokba kárt tett, de egy államhatalom úgy viselkedett a felkelésre, még békésen emlékezőkkel, aminek a következményeit mindannyian tudjuk. Én úgy szeretném, hogyha ma, nem a holnapi naptól, mert már mai nap van, tulajdonképpen most jövök rá, úgy szeretném, hogyha délután 3 órakor leülök a televízió elé, ha önök esetleg otthon vannak, és nem nincs más programjuk. Én úgy szeretném, hogy egy békés ünnepet láthatnék. A szívem sajog érte, és annyira félek, nem kell hozzá sok. Egy-két buta, fölbőszített ember, aki nem a nem tetszését fejezi ki, hanem a gyűlöletét, és már össze van taposva 56. Ezért kellene nekünk magyaroknak imádkozni, hogy legyen már vége. Legyen már vége az egész világban is ennek, hogy nincs testvériség, nincs összefogás. Ne hiába halljanak meg ezek az embereink. Ezért, amikor megírtam a nagy 56-os poémámat, még 10 évvel ezelőtt, amit egyébként elő szoktak adni szavaló kórusokkal, akkor azt hiszem méltán fejeztem úgy be, hogy néhány sorba foglalva rögzítettem magamnak is, hogy a bárány történetünket beírta már a könyvbe. Pecséttel lezárta, kereszttel jelölte. Törölhetetlen onnan mindörökre. Erre csörög euró, a lyukas magyaró, ember magyar. Új játszmában végre, te légy a fogó. Emeljük fel a szíveinket, szurszumkorda,
49-es golyó ütötte füstőzászlók magasába, 56 lyukat zászlajának a magasába, és fohászkodjunk közösen a világ nagy szellemi intézőjéhez, hogy soha ezen a zászlón, ennek a lyukas közepén semmiféle dermesztő november 4-i szél soha többé át ne fújhasson. Isten minket úgy segélye.